A szolnoki törvényszéken folytatódott a médiában csak Bróker Marcsinak nevezett Kun mediátor per. A vádirat szerint a karcagi asszony a budapesti székhelyű Kun Mediátor Kft. Képviselőjeként a cég 15 éves működése alatt 12 milliárd forintot meghaladó kárt okozott az ügyfeleknek. Cége nevében 1999 nyarától 2015 tavaszáig az átlagosnál jóval kedvezőbb haszonnal kívánt kecsegtető befektetési lehetőséget, főként a Karcagon és környékén élőknek. A vád szerint tette mindezt úgy, hogy a Kun Mediátornak nem volt engedélye ilyen tevékenységre. A befolyt pénzt saját és családja költségeire fordította, illetve a jó üzletmenet látszatának fenntartásáért az érintettek egy részének kifizetésére használta fel. Átadta a tulajdonát képező 500 000 forint készpénzét, 08 per TP, 1167-es bevételi bizonylat ezt tartalmazza. Ezért havi bruttó 1,75% hozamot garantált a megbízott, hozam pedig 21 000 forint volt, lejárata 2009. február 17. A szerződés tartalmazta az ismert PSF engedélyszámot, illetőleg a kedvezményezetként feleség volt megjelölve. 2008. december 16-án szerepel a lapalján az első bejegyzés a szerződésen, kézzel írva, a tőke 700 000 forinttal kiegészítve 08 per TP 1304-es bizonylaton ez rajta van. Így a tőke 1 millió 200 000 forintra emelkedett, hozam pedig 41 000 forint volt. A szerződés hátoldalán ugyancsak vannak talán megtalálhatóak a szerződés hosszabbításai, így 2009. február 17-i bejegyzést ismerhetem, 259 000 forinttal kiegészítve a tőke, 09 PP 172-es bizonylaton szerepel ez az összeg. 2009. március 6-án a teljes összeg euróra konvertálva a tőke 5000 euró per 316 forint értéke, forintban 1 millió 580 ezer forint. Lejárat 2009. május 17-e, hozam 66 ezer forint. Bár a szerződési konkrétan nem tartalmazza, de 2009. március 6-án van egy 80 ezer forintos tőke befizetést. Bróker Marcsi 2015 tavaszán eltűnt Magyarországról. Végül, mint egy másfél évvel később a közép-amerikai Belize-ben fogták el. Most iratok ismertetésével zajlott a tárgyalás. Vannak olyan befektetők, akiket nem ért kár.